Modern környezet, lerövidült felszállási idő. Többek között ezt nyújtja az új marcali légimentőbázis. A közel 800 milliós beruházással biztos, hogy bárhol az országban negyed óra alatt érkezik a segítség. Az országos mentőszolgálat a készenléti rendőrséggel együtt üzemelteti majd az állomást, ahogyan Magyarországon a többi hatot is. Ez egy ilyen spéci mosható, ilyen termo takaró. Ezzel tudjuk rátenni a beteget, és akkor utána a tárcával becsúsztatni a helyére. Az országos mentőszolgálat Magyarországon 7 légimentőbázist üzemeltet a készenléti rendőrséggel. Ez a légimentőbázis, ez korábban Sármelléken volt, most költöztünk ide Marcellóba, ez 25 km, tehát helikopter szempontjából ez egy nagyon rövid távolság, viszont az élhetőség és a lefedettség szempontjából egy nagyon fontos lépés ez, nem csak a bajtársak számára, hanem a teljes magyar lakosság számára is, főleg itt a dél-dunántúli régióban. Az OMS főigazgatója szerint európai színvonalú bázison pihenhetnek az orvosok és a pilóták. 785 millió forintból épült a mentőállomás, amely modern, és a vonulási idő is kevesebb lett. Percek alatt a levegőbe tud emelkedni a helikopter. A marcali légimentő bázist Tarcsa Csaba, a készenléti rendőrség parancsnoka, Radnai Márton, a Magyar Légimentő Non-Profit Kft. Ügyvezető igazgatója, Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója adta át. Több ezer esetünk van a légimentés tekintetében országosan. Ugye az Országos Mentőszolgálat irányítja és riasztja ezeket a helikoptereket. Itt a déli régiója a Balatonnak szintén egy kiemelt jelentőségű, nem csak a turisztikai szempontból, ahogy ön is említette, hanem az autópályák közelsége miatt és a határ közelsége miatt is. Minden légimentő bázison, minden ügyeletben lévő mentőhelikopteren egy helikopterpilóta, egy mentőorvos és egy mentőtiszt vagy mentőápoló szolgál naponta. Alapvetően az időjárási körülmények azok, amik befolyásolják a légi közlekedést és a légimentést is. Amikor olyan időjárási viszonyok vannak, akkor nem fogunk tudni, vagy nem tudunk sajnos a levegőben menteni, olyankor marad a légi mentés helyett a földi mentés, de itt mögöttem látható egy olyan személygépkocsi, amivel itt a környéken, hogyha valamilyen olyan baleset vagy esemény van, akkor a légimentőbajtások ezzel is tudnak segíteni. A marcali bázison 8 orvos, 5 mentőtiszt és 6 pilóta teljesít szolgálatot váltásos rendszerben. Ezek a gépek már alkalmasak éjszakai légimentési feladatokra is, van benne ilyenlátó képesség. Jelenleg a pilóták képzése zajlik, hogy a jövőben megvalósíthassuk azt, és ha kellő mennyiségű pilótánk lesz, akkor megvalósítjuk azt, hogy éjszaka a légibeteg szállítás és légimentés is lesz Magyarországon. 7 légimentőbázis van, de 9 helikopter áll rendelkezésre. Ezek közül 2-t karban tartanak, vagy egyéb feladatot látnak el. A rendőrség gyakorolja a tulajdonosjoggyakorlást a Magyar Légimentő Non-Profit Kft. Felett 2020 óta, közel 4 éve, és így mi felelünk a magyar légimentők működéséért jogilag és gazdaságilag felügyelet alatt. Az Országos Rendőrfőkapitányság, a Vármegyei Rendőrfőkapitányság és a Készenléti Rendőrség közös projektje ez a légimentő bázis. Az Országos Rendőrfőkapitányság jelöli ki a főirányokat, és a Vármegyei Főkapitányság bonyolítja le magát a beszerzés és az építkezés, és ehhez nyújt segítséget mind a Készenléti Rendőrség, mind pedig a Légimentő Non-Profit Kft. A légimentő bázis beruházásánál az Országos Rendőrfőkapitányság jelöli ki a fő irányokat, és a Vármegyei Főkapitányság bonyolítja le magát a beszerzést, és az építkezéshez is nyújt segítséget. Amennyiben valamilyen okból kifolyólag a légimentőknél pilóta hiány lépne fel, akkor a Készenléti Rendőrség kiképzett helikoptervezetői tudnak besegíteni a légimentők részére. A marcali légimentő bázison egy norvég helikopter szolgál. A két hajtóműves jármű akár 200 km/h sebességgel is tud repülni.